Játékkal indult a mai ülés, Walter Ildikó slusszkulcsot és pénztárcát kért a jelenlévőktől, amit készségesen oda is adott mindenki. Nem szabadna, hívta fel a figyelmet az őrnagy, nem csak az idegenekben, hanem azokban sem szabad 100%-ig megbízni, akiket valahonnan, ám csak felületesen ismerünk, hangsúlyozta. Az a korosztály, olvashatjuk számos híradásba, hogy borzasztó hiszékeny, és képes beengedni a lakásába bárkit, aki mondjuk festményt akar eladni, vagy gázóra szerelőnek adja ki magát, vagy nem tudom. Nagyon-nagyon figyelni kell arra, hogy a legtöbb idős emberhez eljusson az információ, hogy nem azt a világot éljük, hogy mindenkiben meg lehet bízni. Legtöbbször az idősek válnak a trükkös tolvajok áldozatává, repertoárjuk széles, hívta fel a figyelmet Walter Ildikó. A legelterjedtebb ilyen trükkös elkövetési módszer az unokázós módszer. Szerencsére itt az illetékességi területünkre ez már nem jellemző. 2-3 éve történt egy olyan eset, hogy egy idős nénitől 1,5 millió forintot sikerült ilyen módszerrel kicsolni. Előfordul olyan is, hogy különböző szolgáltatók munkatársainak állítják be magukat a tolvajok, és így jutnak be az áldozatok otthonaiba. Rengeteg más módszerről is tud a rendőrség, és fontosnak tartják, hogy az idősek is tisztában legyenek ezekkel, így meg tudják előzni a bűncselekményt. Nagyon fontos, az Egyesület, a Városi Klubok és Nyugdíjasok Egyesülete is szokott minden évben ilyen előadásra meghívni a bűnmegelőzési osztályról, vagy arról, akik ebben a szakmában kiválóak. Előadást tartani nagyon fontos, és mi szívesen veszük ezt az előadást is, és akkor is, amikor az Egyesület előadásán ott vagyunk. Az ülésen szó volt továbbá aktualitásokról is, például a Szigligeti Színház felújításáról, az utak javításáról és a Tiszaligeti fürdő újjáépítéséről is.